Itt vagyunk Cuscóban egy eléggé kemény nap után, ugye? Tegnap előtt a Machu Picchu-n voltunk, de a ti túrátok az egy kicsit különlegesebb volt, mint a többieké, ugyanis fölmentünk a Huayna Picchu-ra. Mit gondolsz, hogy milyennek képzelted ezt a túrát, mikor mondtam ugye, hogy jó, hogyha az embernek nincsen téviszonya. Mire számítottál, és mi lett a valóság akkor? Igen, hát amikor megtudtuk, hogy kaptunk jegyet a Huayna Picchu-ra, akkor én utána néztem videókat ennek a megmászásáról, és nagyon félelmetes volt, úgyhogy nagyon izgultam. Én soha még nem túráztam, soha nem másztam hegyre, semmi ilyenek, úgyhogy nekem így kapásból a mély víz, de nagyon örülök és büszke vagyok, hogy sikerült. Nagyon nehéz volt, tehát nem fogom azt mondani, hogy nem. De igazából a második nap, tehát az utána következő nap volt, amikor úgy éreztem, hogy a szervezetünk az kikészült teljesen mindenféle szinten. De nagyon örülök, hogy sikerült, és nagyon ajánlom. De valaki még nem járt ott. Igen. Hogy írnád le azt az utat, ami vezet? Hogy lehet eljutni egyáltalán? Ugye? Melyik ez a hegy, ez a Huayna Picchu? Tehát, hogy ugye sokan mindenki tudja, hogy mi a Machu Picchu, de azt nem tudják, hogy mi az a Huayna Picchu. A Huayna Picchu az a fiatal hegy, ugye a Machu Picchu az öreg hegy, és tehát ez 360 méterrel fentebb van, mint a Machu Picchu, de egyértelműen nem érezhető, mert kb. 50 kilométernek felel meg, de tehát lépcsőkön kell felmennünk, ugye ott van a halál lépcső is, ami nagyon híres, amit kifejezetten én szerettem volna látni, hát az páratlan volt, egyértelmű, gyönyörű, és ezeken a kőlépcsőkön kell felmennünk. Ezt, hogyha egy valaki el akarja képzelni, tehát hogy mennyire biztonságos ez? Hát most nem tudom, Tamás, őszintén. Tehát korlátok nélkül megyünk. Tehát, van ilyen utazás, itt nincsenek korlátok. Igen, tehát nincsenek kapaszkodók. Tehát ez a halál lépcső is alapjából azért halál lépcső, mert a semmibe van. Tehát ott levegő lépcső. Tehát nem a levegő lépcső, de hogyha, amikor megyünk fel, akkor olyan, mint hogyha a felhők között sétálnánk. A felhők bemennénk, gyönyörű a táj, amit látunk, de hát elég veszélyes, Tamás. De hogyha ti meg tudtátok csinálni... Így van, pontosan. Tehát, hogyha én meg tudtam úgy csinálni, hogy semmi alapom nem volt, semmi kondíció, akkor azok az emberek, akiknek van, és már másztak, ugye, mindenféleképpen... Tehát ez egy kötelező. Tehát, ha valakinek van rá lehetősége, tegyük hozzá, hogy ugye itt... Csak nagyon kevés jegyet adnak el, és általában ezek hónapokkal korábban elfogynak. Ha valakinek mégis van rá lehetősége, hogy választhatja, vagy tud venni olyan jegytípust, hogy Huayna Picchu-ra is fölmegy. Te javaslod, hogy ezt a Huayna Picchu-t bevállalja, vagy azt mondod, hogy nem éri meg a küszködést, figyelembe véve a másnapi izomlázat és a másnapi... Nem, mindenféleképpen ajánlom, tehát... muszáj oda felmenni, hogyha van lehetőség rá, eszméletlen. Tehát amit ott lát az ember, az feletteti azt, hogy amin előtte túl kellett esni. Tehát gyönyörű, egyszerűen páratlan, de én még ugye nem voltam, de nekem is sikerült, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek fog. Örülök nagyon, hogy jól éreztek. És köszönjük szépen, Tamás. Gratulálok mindenképpen. Gratulálok mindenképpen. Ez óriási teljesítmény. Így van. Köszönjük szépen. Na, köszi szépen.